Napsütéses, csodálatos napot nektek, drága hölgyeim, uraim! Boldog új évet, aki új évkor látja ezt a kis filmet. Old money stílus. Mostanában folyamatosan ebbe botlom, amikor fölmegyek a TikTokra. Talán sokan tudjátok, ott szoktam ilyen pici kis etiket videókat készíteni. De mi is ez az old money stílus, és hogyan tudjuk mi is, ha szeretnénk ezt saját magunk megteremteni, anélkül, hogy bankot kellene robbantanunk, mert mondjuk tetszik nekünk ez a stílus. Hogyha egy picit belegondoltok Katalin hercegné ruháiba, akkor ő például ezt a stílust képviseli. Pedig ő sem ebbe született. Hiszen az old money-t elsősorban azokra szoktuk mondani, akik bizony generációk óta jó módban, gazdagságban, vagyonosan élnek, vagy akár mondjuk az arisztokrácia tagjai, arisztokrata családok leszármazottjai. Az old money stílus talán a legszembetűnőbb dolga az, hogy soha nem szembetűnő, mindig visszafogott, mindig finom, talán unalmasnak is nevezhetnénk, számomra teljes mértékben old money, ez picit unalmas is szokott lenni, de mi az a 10 dolog, ami jellemzi, és elmondom én mi az, amit hasznosítok ebben, mert talán sokan ti is ebbe a kategóriába sorolnátok engem, pedig nem vagyok igazán. Az talán valahol surrom az old money határai. Az első és talán legfontosabb része az old money stílusnak, hogy valóban soha nem feltűnő. Nincsenek feltűnő minták, monogram no, soha, tehát monogramot nem fogsz látni, és visszafogott színekkel dolgozik. Alapvető színei a fehér, a bézs, a barna, esetleg egy kis tengerészkék, de abból is csak az a sötét visszafogott olajzöld, szóval nem nagyon használ színeket, maximum pasztelszíneket. Ez az, ahol szerintem már Erzsébet királyné is átlépte ezt a határt, hiszen talán emlékeztek a tetőtől tartik gyönyörű kanári sárga szettjeire, vagy a türkiszkék kalapjára, kitűzőjére és ruhájára, tehát valahol már ő is feszegette ennek a stílusnak a határait. De ha össze akarjuk szedni, hogy mik a jellemző darabjai ennek a stílusnak, akkor például itt van rögtön ez az én kis blézerem. Blézer minden szinten. A blézer egy olyan klasszikus darab, ami ezt a stílust jellemzi. Mindig valami finom anyagból, mindig valami szép gombbal, ha lehet kétsoros gombolással, de nőknél azért a szimpla egysoros és nagyon mutatós. Egy ilyen szép blézer azonnal egy picit ezt a konzervatív stílust tudja sugározni, és igen, föl lehet venni farmer nadrággal is, mint itt ez a következő, ez a kis tweed felső kis blézerem, kosztüm felsőm, amit láttok, bizony ez is nagyon jellemző erre a stílusra. Visszafogott, látjátok, kék-fehér, és nem, farmer nadrágot is lehet hordani, de az soha nem szakadt, soha nem túlságosan szűk, és soha nem csípő nadrág. Mert mint például látjátok, a farmer nadrágot is egy sejem blézerrel azonnal emelkedettébbé lehet tenni, és azt hiszem, hogy ezzel egy picit a hétköznapi öltözékünket is el tudjuk vinni ebbe a kicsit klasszikusabb irányba. És ha már a nadrágoknál tartunk, akkor bizony ennek a stílusnak, amellett, hogy nagyon ritkán, de hord farmer, de mondjuk, mint láttátok, blazerrel, a nadrágok közül az élére vasalt szép nőies nadrágokat favorizálja ez a stílus. Mint tudjátok, én imádom a sejmet, tehát ezért sokszor láttok ilyesmiben. Igaz, hogy én a színekre egy kicsit másképp gondolkodom, és élénk színeket is használok, ezért talán nem lehet mindig azt mondani, hogy az old money stílust képviselni. Inkább a sima, egyszerű, klasszikus stílust. Az old money-nál, mint ezeknél a nadrágoknál is látjátok, mindig tényleg a klasszikus szabás az, ami a meghatározó. Ezek az élére vasalt nadrágok tökéletesek, hiszen akár egy magas sarkúval, egy fehér blúzzal már is egy picit emelkedettebb, ünnepélyesebb a stílusod. Viszont, hogyha egy egyszerűbb blúzzal veszed föl, és mondjuk egy balerina cipővel, vagy egy kis mokaszinnal, akkor már is egy kicsit sportosabbá tetted. Ami fontos, már az előbb a színekről beszéltünk, és amit én tökéletesen szeretek alkalmazni ebből a stílusból, az a három szín szabály. Vagyis soha nincs rajtam több három színnél. Sőt, sokszor ez csak kettő, és mondjuk az ékszereim, a kiegészítőim színe a következő, az arany vagy az ezüst.
Mint például látjátok itt ezt a nadrág kosztümömet, ami szintén abszolút beleillik az ormani stílusba. Ugyan én megdobtam egy kis királykékkel, de ez is tökéletesen képviseli ezt a stílust. Egyszerű, egyenes szabású nadrág, egyszerű szabású blézer, és szinte csak kék és fehér az ékszereimben uralkodik egy icipici egyéb szín. És ha már a szabásnál tartottuk, a ruháknál ugyanez vonatkozik az ormani stílusra. Az ormani ruhák mindig egyszerű, visszafogott szabásúak, soha nem túl rövidek, térd fölött, térd alatt érnek, inkább a midi kategóriába sorolnám. Én például ezt a rózsaszín kis pasztel rózsaszín ruhámat is ebbe a kategóriába sorolom, amit látjátok, teljesen egyszerű, háromnegyedes ujjú, nincs még mélyen dekoltálva, a gombok adnak neki egy pici extrát. Oké, a cipőm az már egy kicsit talán túlmegy ezen a stíluson, mert túl feltűnő, de alapvetően színeiben és fazonjában ez egy tökéletesen ide illő ruha. Ugyanígy, mint akár ez a lila ruhám, ami szintén egy klasszikus A-vonalú vonalvezetés, tudjátok, én azt nagyon szeretem. Vagy ha megnézitek ezeket a V-kivágású ruháimat, ezek is mind egy finom anyagból készültek, egy pici szín van csak rajtuk, teljesen egyszerű, szépen karcsúsított fazon, egy finom anyagból készült ruha, mindegyik, ezek is tökéletesen képviselik az ormani stílust. De persze a cipők azok mindig gondot okoznak mindenkinek. Az ormani stílusban leginkább a stilettót, vagyis a sima, egyszerű, klasszikus magassarkút szokták használni, vagy az ilyen különböző kis bebújó cipőket, vagy a balerina cipőket. Ha sportcipő, akkor soha nem sneaker, hanem mindig inkább ezeknél a sportos tornacipő jellegű cipőknél visszafogottak, mondjuk a teniszcipő, fazonú cipő, de azok sem csiricsári, színesek, nem vastagtalpúak, soha nem platform, soha nem telitalp, hanem mindig egy szép visszafogott talp. Van, aki esküszik a 3-4 centis sarokra, én azt gondolom, hogy az azért már egy kicsit túl konzervatív, úgyhogy inkább azt a 6-8 centis magas sarkat tudnám mondani ez a stílushoz megfelelőnek. Igen, ha más nem, egy nude cipő. Tudom, hogy mindig ezzel jövök, de higgyétek el, ha van egy szép, elegáns nude színű cipőtök, azt mindenhez fel tudjátok venni, az egy örök Jolly Joker. Ennek az oldmani stílusnak talán pont az a legnagyobb előnye, hogy mindig minden darabja egyszerű, így mindennel variálható. És miután nem követi a divatot, hiszen soha szóban nem jöhetnek a fast fashion különböző darabjai az oldmani stílusnál, ezért éveken keresztül kiszolgálnak téged ezek a ruhák. Talán, hogyha egy úttörőt kellett mondanom ebben a stílusban, és nem a nagy drága neveket, akkor talán a Ralph Lauren, aki ezt a stílust tökéletesen kimaszkolja, hozza azt az életérzést mindig, hogy az ember azt érzi, hogy igen, a high society, vagyis a felső osztályhoz tartozol, hogyha az ő ruháikat hordod. Persze ennek továbbra sincs semmi köze a márkához, hiszen ha valaki felvesz egy ilyen iszonytatóan nagy logós póló Ralph Lauren ruhát, ami azért egy picit más, mint a Ralph Lauren, akkor azt már ne nevezzük oldmani stílusnak, de például azok az elemek, amik az oldmanit jellemzik, hogy azoknak a hobbiknak a ruhái, azok mind jelen vannak, hiszen ott van a lovas póló, a kis galléros pólókkal, hölgyeknek, uraknak, ott van a lovaglás, ami szintén azt gondolom, hogy egy elit sportnak számít még ma is, a lovagló csizma, a lovagló nadrágok, mindezek képviselik ezt a stílust. Például ez a kék-fehér csíkos Ralph Lauren ruhám is tökéletesen képviseli ezt a stílust. Egy örök darab, hiszen kék-fehér tengerész csíkos, nagyon szereti az oldmani stílus, tényleg ezt a lovagló stílust használni, és a tengerész stílust, de abból is mindig a visszafogottat, tehát nem a bazárba kapható kék-fehér csíkos, olcsó pamutból, piros díszekkel és nagy gombokkal készült valamiről van szó, hanem visszafogott, elegáns, kortalan és soha nem követi a divatot, hanem mindig csak a saját útján jár. Ami szintén még ide tartozik ehhez a stílushoz, és szerintem nagyon jól használható, a különböző szoknyáknál az A-vonalú sejem szoknyák és mondjuk a rakott szoknyák. Ezek megint mindig kortalanok, természetesen a megfelelő hosszal.
És ha már a selyem, igen, a selyem blues, a selyem anyag, ami szintén egy elengedhetetlen része ennek a stílusnak, hiszen egy farmer selyem blues már is egy picit emeltebbé tette a stílusodat, és ami szerintem abszolút hozzátartozik ehhez a stílushoz még, ugye megvan egy csinosan felöltözött nő, kicsit sportosan, és mintha hanyagul dobna a vállára egy kardigánt, de természetesen az is szépen megkreálva. És ha már kardigán, ebben a stílusban bizony a szép végkivágású kardigánok, vagy mint itt ezt a kis kötött kardigánt látjátok, ezek is tökéletesen képviselik ezt a picit konzervatív stílust. És ha már a selyemről, anyagokról beszéltünk, a következő anyagok, amik mindig jellemzik ezt a stílust, a kasmír például, sokszor beszéltem róla, hogy az egyik legjobb alapdarab, például egy szép teves színű szövött kabát, vagy például ott van a selyem, és a bőr, az ékszereknél pedig általában az a stílus a visszafogott, de nemes anyagokból készült fülbevalókat, ékszereket szokta preferálni, tehát arany, ezüst, fehér arany, platina, és 7, azaz 7 darabnál soha nem lehet egy oldmani stílusban, de szerintem egy elegánsan öltözött nő sem. És a 7 darabba bele tartozik a 2 darab fülbevaló. Most rajtam például van ugye egy pár fülbevaló, az 2. Van egy óra, az 3. Egy gyűrű, meg még egy gyűrű, vagyis 5 darab van rajtam. Kézen soha, de talán ezt már többször elmondtam, soha ne legyen 3-nál több gyűrű, és ezek is mindig visszafogott anyagok, és ha már az ékszerek, a másik, ami ehhez a stílushoz mindig tökéletesen illik és tökéletesen képviseli, az a gyöngy. A gyöngy minden mennyiségben, ugye egy régi, klasszikus, természetes ékszerről beszélünk, és az ékszerek stílusánál tökéletesen illik ide egy szép brosz, egy kitűző, egy kalaptű, hiszen vannak azok a kiegészítők, amik mindig jellemzik ezt a stílust. Ilyen a kalap, tudjátok, én is imádom, a kendők és a finom bőrkesztyűk. Ezek azok a kiegészítők, amikből ha beszerzel egy-egy szép darabot, akkor te is tudod ezt a stílust képviselni, mert valóban ez egy stílus, nem pénzkérdése. Viszont, mint mondtam az elején, én sem képviselem igazán ezt a stílust, nekem egy picit túl unalmas, én igenis szeretem feldobni a szettjeimet egy-egy talán túl extravagánsnak is tűnő fülbevalóval, ékszerrel, vagy a színek. A színek azok, amiből nem tudok engedni, és számomra ezért is volt mindig csodálatos tényleg Erzsébet királyné, aki imádta ezeket az iszonyatosan erős színeket, de azzal, hogy mindezt monokrómban használta, mégis eleganciát, arisztokráciát sugárzott egy kicsi csavarra. Szóval, mint minden stílusnál, itt is azt tudom nektek mondani, hogy a sajátodat találd meg, hogyha ebből a stílusból szeretnél magadnak összeállítani egy kis kapszula gardróbot, akkor tényleg azért egyszerű, mert mondjuk lesz 3 visszafogott színű selyem blúzod, 1 a legnehezebben megtalálható csinos farmer nadrágot, ami nem csípő, nem szakadt, nem koptatott, nincsenek rajta írások meg matricák, mondjuk 2-3 szép, egyenes szabású, élére vasalt nadrágot, 2 különböző blézered, egy mondjuk egy szép selyem rövidújú blúzod, vagy 2, mivel egy kicsit sportosabbá is tudod tenni a megjelenésedet, egy kardigán, 1 vagy 2 szép szabású ruha, és ezeket tökéletesen tudod variálni, hiszen a ruhát fel tudod venni a blézerrel, a nadrágot fel tudod venni egy pólóval, galéros pólót se hagyjuk ki, igen, abból sem árt néhányat beszerezni, de ne legyen az a nagyon feszülős, szűk, ugyan ez vonatkozik a blúzokra is, és már is meg tudtad alkotni a saját magad stílusát ebben a stíluson belül. Legyünk őszinték, hölgyeim! Folyamatosan változik a stílusunk, a hangulatunk ingadozik, és néha a ruhánkkal is ezt próbáljuk kifejezni. Tehát semmi baj nincs azzal, hogyha nem minden áldott nap ugyanabban a stílusban van, hanem kicsit keresed az utat, néha egy kicsit kitörsz abból a bizonyos kockából, néha egy kicsit vagányabb vagy, néha egy kicsit sportosabb vagy. Csak legyen meg az a fő vonal, ami mellett haladsz, hiszen egy ilyen oldmani stílusú gardróbbal tényleg éveken keresztül jól tudsz variálni a selyem blúzokkal, a selyem szoknyákkal, mert minden működik mindennel, hogyha jól válogattad össze. Talán ezért is az egyik alapja ennek a stílusnak az a sok visszafogott pasztelszín. Pont attól feltűnő, hogy egyáltalán nem feltűnő.
Ezek voltak már a tünde trükkjei és tippjei. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok. Tényleg azt gondolom, hogy nem egy stílus dobozba kell magatokat betenni. Én sem tudom magam beletenni egyetlen dobozba sem, egyik stílusnál sem. Mindenből összeszedem azt, ami szerintem engem képvisel, ami nekem jól áll, ami hozzám illik, és így megyek szépen a saját utamon, és próbálom a saját magam stílusát megteremteni.